És gyakorlatilag ebben a pillanatban Horváth Attila meg is kezdi. Első mért körét nézzük. Végig mit művel a srác. Horváth Attila, aki a Super Aguriban a bajnokságot vezető Illés Roland csapattársa, és megérkezett a VSR-be az új mod, illetve az új festések is, 2008-as festéseket láthatunk az autókon, tehát amiket ugye korán kelők már hajnalban megnéztek, illetve kicsit lustábbak most délután. Most már itt a VSR-nél is ezeket a festéseket láthatjuk az autókon, illetve van a VSR-nek két saját egyedi festésű csapata is, a VSR és a VSR Junior Team, és Horváth már is befejezi első körét 1.26.975-tel, Rolika az, aki előtte van csak, illetve Parti is előtte van. Ez nem volt tehát azért annyira jó kör. Parti Istvánt nézzük. Mercivel. Aki második jelenleg. Búrján azonban már is azért rontott. Egy 1.24.930-as időt húzott. Na az már úgy jó lesz. Körülbelül hasonló időkre számíthatunk valószínűleg. Egy 24-es időkre. Elnézést, egy pillanatig még most összeszedtem most már talán minden információt, amire szükségem lesz majd a közvetítéshez. Hopp, ott keresztben áll valaki. Danis Ricsi volt, aki megpördült ott. Búrján Tamás vezeti jelenleg tehát az időmérő egyzést, amiből még 15 perc van hátra, 20 percből nagyon hamar el fog repülni tehát az idő. Parti pedig visszacsúszott menet közben a negyedik helyre. És Horváth Attila ismét megkezdett egy kört. Az első időmérőponthoz mindjárt érkezik is. 28, hát itt van egy majdnem két tizedes hátránya már. Itt pedig Búrján Tamás a Ferrarival, aki jelenleg a második pozíciót
hozta össze magát magának eddig az időmérőn. Ott ketten is elmentek előle keresztbe. Ez lehet, hogy egy picit megzavarta őt. Hatalmas árnyékok vetülnek a pályára itt Ausztráliában. Úgy, nagyon rossz idővel jön most. Közben hetesi jött fel a második helyre. Nézzük Illést. Illés és Horváth Attila egymásnak csinálnak egy kisebb felvezetést itt a mért körön. Teljesen együtt a két szuperaguri versenyző. Miük van, nekik Hondájuk van. 4 tizedes különbség itt most megint, tulajdonképpen egymást tartják fel ennek köszönhetően. És Farkas, Laci, 1.24.8.40-nel közben már is a pole pozíciót átvette. Rendkívül gyorsan cserélődnek a pozíciók. Picikét bajban vagyok most az új festésekkel, mivel a csapatok még a régi mód szerint vannak feltüntetve a VSR oldalán. Ott egyébként megtaláljátok a bajnokság eddigi állását is, egy futam volt eddig ugye. Itt pedig Illés menek közben befejezte a körét, ami nagyon rosszul sikerült. Nem is tudom, hogy kit nézzünk. Búrján Tamás talán a Ferrarival. Nem, Búrján elfékezi magát. De most kezd majd egy mért körbe. Úgyhogy őt most végignézzük. A feje fölül. És Búrján nagyon jó második szektort is ment. Nagyon jól muzsikál ez a Ferrari most. Utolér Kisberdót ér éppen utol még itt a célegyenesre ráfordításnál, de ez már nem fog bezavarni neki, ez egészen biztos. És 24-3-22-vel az érre áll. Búrján tehát jelenleg az a pólban. Horváth és Illés pedig folyamatosan teljesen együtt autóznak. Nyilván itt a ki akarják használni esetleg a hosszabb egyenesekben azt, hogy szél árnyékban egy kicsit még meg lehet húzatni a másik versenyzőt, és még egy pár tizedet vagy pár századot nyerni ezzel. Különben biztos, hogy nem mennének folyamatosan itt vonatozva. Itt pedig Orosz Sándor, aki menet közben a második helyen van. Kicsit ott lecsúszott az ívről a rázókőre. És Borbély-jel is csúszta mellette.
Orosz pedig bejön a boxba. Pedig Farkas Laci, egy eléggé gyenge köre van most. Nézzük is meg, hogy hogy állnak eddig a versenyzők. Búrján, Orosz, Farkas az első három. Horváth Attila negyedik helyen, Hetesi, Parti, Király, Illés, Horváth, László Imre és Borbély Attila követi őket, valamint az alsó házban Borbély Kincses, Lipták, Molnár, Viski, Pákolic, Danis Ricsi és Kisberdó. Kisberdó kétszer. Ezt nem egészen értem. Szabados Tamás, Szűcs Máté és Bende Imre Emeriko. Ez tehát a sorrend jelenleg. Búrján, Orosz, Farkas az első három, ez egészen biztos. És Kisberdó Ádám és Kisberdó Ákos testvérek, tehát akik ott a 19. 20. helyen voltak az imént, még most már 18. és 20. helyen tartózkodnak. Ezt kell majd még jobban figyelnünk, ugye még a keresztnevük első betűje is ugyanaz. Nagyon nehéz lesz őket majd megkülönböztetni a futamon, nem úgy, mint Búrján Tamást, akit a Ferrari-ban könnyű lesz viszonylag kiszúrni. Ott a pálya szélén Hondával szerencsétlenkedik valaki, hogyha jól láttam. Lipták volt. Valószínűleg eldobta a vasat. És már csak nem egészen 8 perc van hátra. Búrjánnak ez most nem volt jó köre, és ez nem is lesz már jó köre, úgyhogy nem is mutatom tovább. Orosz az, aki most miért kört kezd ismét az elsők közül. Jaj, ez nagyon-nagyon gyengére sikeredett. Nézzük Farkas Lacit. Mercivel én úgy látom, hogy ez most nem... Miért kör? Hosszú padlógázos kanyarból jön éppen most ki. És most fogja megkezdeni a mért kört. Mögötte pedig Horváth Attila jön. Nyilván az új modot is szokniuk kell még a versenyzőknek. És itt a valódival ellentétben megengedett a kipörgésgátló használata. Úgyhogy viszonylag... Hoppot, Horváth elhibázta a körét a háttérben. Viszonylag tehát teli gázzal jöhetnek ki a kanyarokból továbbra, és nincsenek itt olyan megkötések, mint a valódi Form 1-ben most szabálymódosítás keretébe bekerültek. És úgy gondolom, hogy itt a szimulátor versenyzésben nem is kell ezt annyira erőltetni, hiszen... Nem biztos, hogy úgy jó versenyeket lehetne futni. Főleg a versenyzők számára nem lenne annyira élvezetes a dolog. Elég sokszor eldobálnák a vasat. Most érkezik menet közben vissza Farkas. Nézzük, hogy 21... Hát ez már nem lesz jó, 26-os idő, 26 és fél,
1.26.577-tel, ez sehova nem volt elég. Búrján. Menet közben. Horváth Attila is kint van még. 4 perc van még csak hátra, Illés Roland most 159 ezreddel eddig. Az első ellenőrző pontig legalábbis jó. Akár még a pol pozíció is meg lehet ezzel az idővel. Itt a második ellenőrző pontnál 54 ezred. Ez még mindig közel van a jóhoz, nagyon-nagyon közel van. Ebből még bármi lehet. Orosz vezeti az időmérőegyzés jelenleg. Nézzük, Illésnek összejön-e. És megvan a pole pozíció. Illés, Orosz, Búrján az első három sorrendje. 1.23.989-et futott Illés. Horváth pedig már is elvette tőle abban a pillanatban, ahogy ezt befejeztem. Horváth 1.23.787-tel már is rástromfolt még erre. Nézzük, Orosz tud-e ezzel még valamit kezdeni. Az első időmérő ponthoz érkezik. És 5 ezred. Hát ez semmi. Nézzük Oroszt akkor végig. A Red Bull-lal. És nagyon-nagyon jó középső szektort futott Orosz. 267 ezreddel veri eddig Horvátot a középső szektorban. Középső szektor végéig. Az utolsó szektornak kéne még nagyon jól sikerülnie. Egyre jobb körök záporoznak itt. Nagyon jól fordult itt a célegyenesre is. És nincs meg mégis az utolsó szektorban, aztán a több mint fél másodpercet bukott. Ez nagyon rossz volt ez az utolsó szektor, szerintem egy kicsit izgult is, miközben Farkas megszerezte a pole pozíciót, és ráadásul következő körében is szerintem még egy nagyon jót fog futni. Nem fog nagyon jót futni. Nézzük Horvátot akkor, tud-e valamit kezdeni. A gurival. Pillanatról pillanatra cserélődik a pole pozíciót birtokló versenyző, és Horváth most megint jónak tűnik ide. És már csak egy perc van hátra. Tehát még aki most megkezdi a mért körét, az még beszámít majd, de aki most jön ki a boxból, az már nem tehet semmit. Horváth ott egy kicsit megcsúszott. És megvan a pole Horváthnak. 1.23.331. Egészen sikerült beszorítani 23 környékére az időt. És ezt a körét is még mérik Horváthnak. Nézzük azonban inkább Búrján Tamást, aki még kint van. Szintén mért körön. Második szektorhoz érkezik. 74 ezreddel. Ez nem olyan sok, ezt még simán le lehet itt dolgozni. Ez csak egy pillantás.
horvát, farkas, búrján, parti, élés, orosz, kis és horvát, György a 8. helyen. Búrjánnak ez nem jött össze, és akkor nézzünk is egy táblát arról, hogy hogy végződött az időmérés. Horváth Attila megnyerte az időmérőt, tehát Farkas László lett a második. Második sorból Búrján és Part indulhat, harmadikból Illés, illetve Orosz. Negyedik sorból Kis Berdó és Horváth György. Ötödik sorból Viski Gábor és Borbé Attila 11. hetesi. És itt tovább láthatjátok még a képernyőn az időmérő végeredményét, és akkor egy rövid kis szünet után már is következik majd a futam. Addig viszont nézzük is meg, hogy hogy áll eddig a bajnokság. Egy fordulón vagyunk ugye eddig túl, és ennek alapján Illés Roland vezeti a bajnokságot. Itt láthatjátok tehát a bajnokság eddigi állását, 10 ponttal Illés Roland, ugye a futamgyőzelemnek köszönhetően, második Orosz Sándor, harmadik Szűcs Máté, negyedik Király András, ötödik Kis Berdó Ákos, hatodik László Imre, hetedik Farkas László, nyolcadik Bende Imre, kilencedik Opocki János, és hát tulajdonképpen innentől mindenki döntetlenben áll, mert a kilencedik helytől ugye senkinek nem lehet még pontja. Bende Imre egy pontot szerzett az előző futamon, ugye ott hatalmas hullás volt, és végül is, ha jól tudom, minden célba érkező végül pontot tudott szerezni. Ez volt tehát az időmérő egyzés, és akkor hamarosan következik majd a futam. Illetve még mielőtt a futamot megnéznénk, gyorsan a csapat össze, a csapat bajnokság állását is nézzük meg. Super Aguri vezet, Red Bull Racing a második, VSR Junior Racing a harmadik, VSR F1 Racing Team a negyedik, ING Renault F1 az ötödik, Honda Racing Team, McLaren Mercedes és az ATM Williams követi őket. És akkor most pihenünk egy picit. 1-2 percet, és akkor már is következik majd a futam.
Thank you.
És akkor már is térjünk vissza az élő képhez. A versenyzők ugyanis sorakoznak a rajtrácson, és egy pillanaton belül elindulnak majd a felvezető körre. Itt egy távoli kamera képből nézzük talán ezt végig. Persze, hogyha hagyná nekem ezt a gép, de se baj. Nézzük akkor inkább onnan, ahol bűz. Szeretném mutatni. És az időmérőnek köszönhetően tehát az élről Horváth Attila indulhat. Az utolsó pillanatokig hatalmas harc folyt a pole pozícióért, végül is Horváthnak sikerült egy 1.23.337-es idővel, ha jól emlékszem, ennyi volt, megszerezni a polt, mögötte Farkas Laci indulhat majd a McLaren Mercedes-szel, és Ferrarival pedig a harmadik helyről Búrján Tamás, Part István fog majd a negyedik helyről indulni, Illés Roland az ötödikről, Orosz Sándor hatodik, Horváth György hetedik helyről, nyolcadikról Kisberdó Ádám, kilencedikről Viski Gábor, tizedikről Borbély Attila, tizenegyedikről Hetesi Endre, tizenkettedikről Pákolic Roland, 13-ról Kisberdó Ákos, 14-ről Király András, 15-dik László Imre, 16-dik Danis Rihárd, 17-dik Szűcs Máté, 18-dik Kincses Tibor, 19-dik Lipták Lajos, 20-dik helyről Molnár Dávid, és 21-dik helyről pedig
Szabados Tamás 22-ről Bende Imre zárja. Majd a Rajtrácsot 22-en indulnak majd tehát ezen a futamon, és hatalmas kormánymozdulatokkal melegítik a versenyzők a gumikat, minél jobb körülmények között tudjanak már az első pillanattól versenyezni, és egy pillanaton belül körbe is érnek a pályán, felállnak a Rajtrácsra, majd elrajtolnak a 43 körös futamra. Ez az eredeti versenytávnak a 70%-a lesz. És ez a második futama lesz a VSR Forma 1-es bajnokságának itt Melbourne-ben. Ugye két hete láthattátok az előző fordulót, amelyet azt a futamot Ilés Roland nyerte meg. Reméljük, hogy hasonlóan izgalmas futam lesz ez a mostani is, és egy pillanat múlva neki is vágnak majd a versenyzők a versenytávnak. Reméljük, hogy nem lesz olyan nagyon-nagyon sok kieső, mint ahogy azt a múlt héten, két hete láthattuk az első fordulóban, illetve ahogy azt a valóságban láthattuk itt a Melbourne-i futamon a mai napon. Láthattuk egy pillanatról ott bal oldalt, hogy Farkas még kipróbálta, hogy működik-e a kormány a gépében. Ütközésig kitekerte jobbra-balra, és minden rendben talált, és ebben a pillanatban el is rajtoltak a versenyzők. És Farkas nagyon jól kapta el a rajtot, így van, legyorsult a Horvátot, és belsőjében, de nem merte oda tenni aztán az autót. Ennek köszönhetően viszont elment mellette harmadik helyről Búrján is. Most már Búrján a második, Farkas pedig csak a harmadik. Horváth nagyon jól jött el a rajtól, tehát úgy látszódott egyébként, hogy Farkas is ilyen jó rajtot fog venni, azonban ott a poros részen nem merte oda tenni az autót. Farkas a harmadik, tehát iszonyú tempóban csapnak bele a lecsóba a versenyzők már is itt a legelején, és ott hátrébb úgy láttam, hogy valakik keményen előzgetnek is. Nézzük itt egy pillanatra Borbé, Pákovic, Bende Imre és Danis Ricsi teljesen egymás mellett, Molnár Dávid. Americo nagyon jól jött el a rajtól, hiszen már is ott a középmezőnyben láthattuk, itt pedig a legvégén királya VSR csapatában. Americo, aki ugye a legvégéről rajtolt, nagyon jól jött el, és ott már a mezőny közepén láthattuk tehát. Az élen azonban nagyjából változatlan a sorrend. Horváth Búrján Farkas Illés Orosz Sándor Viski Horváth Borbé Pákolc Kincses. És itt nagyon-nagyon egymás nyakán jönnek a többiek, ott pedig Lipták éppen egy előzéssel próbálkozik. Az elején széthúzódott egy kicsit a mezőny, a hatodik helyen Viski Gábor Red Bull-lal. Itt viszont a középmezőnyben hatalmas csaták lesznek már az első körökben is, én úgy látom. Ott előrébb egy picivel. Nézzük Illés és Búrján csatáját. Illés a szuperagurival kicsit összeakadt Búrján hátsó kerekével. Szerencsésen azonban ott át tudott jönni, volt akkor a bukótér, hogy ugyan hatalmas levágással, de ütközés nélkül tudott átjönni, és Viski viszont ebben a pillanatban meg is előzte, itt pedig hátrébb, illetve Oroszt láttuk, aki előzött előrébb, most pedig már Viski is valóban befejezte az előzést. Horváth azonban rögtön, Horváth teljes a káosz a fejemben, egy pillanat alatt összeborultam. Horváth Attila a leggyorsabb kört futotta minden esetre, és ő vezeti a futamot. Farkas, Orosz, Búrján a sorrend, Búrján tehát nem, de Búrján visszaesett egy helyet, illetve kettőt is, hiszen ő a második helyen jött el a rajtól.
itt a mezőny közepében hatalmas a csatározás. Horváth György, akit egy pillanatra itt említeni akartam az előbb. Tojat a színeiben. Farkas pedig a második helyen. Horváth Attila, Farkas és Orosz az első három sorrendje. És megúszták rajtbaleset nélkül az eddigieket. Amire azért ezen a pályán számítani lehetett, de szerencsére a rajt után nem történt különösebb baleset. Bár ott elég nagy löglösődés lehetett azért a hátsó traktusban, de nincsen egyelőre kieső a futamon. Negyedik helyen Búrján Tamás, aki a rajtól még másodikként jött el. Horváth pedig rögtön meg is döntötte az első körben futott, második körben futott leggyorsabb körét, és Farkas még erre is rátromfolt. Most Farkasé a futamban, a versenyben futott eddigi leggyorsabb. Körre egy 24-es időket futnak itt már is a legelején. Teletankolt gépekkel. Majd érdekesen alakulhatnak még itt a stratégiák a box kiállások során. Az első futamon is két héttel ezelőtt láttuk, hogy többféle taktikát alkalmaztak a versenyzők. És Illés Roland ennek köszönhetően meg is nyerte, illetve hát nem csak ennek köszönhetően, de minden esetre taktikának is nagy szerepe volt a futam győzelmében. Is kiüldözi Illés Rolandot. Azonban le van azért róla szakadva. A 11. helyen Molnár Dávid és mögötte 12. Lipták. 13.-ként pedig Szűcs és Farkas ismét megjavítja a leggyorsabb kört. Farkas és Horváth között az első két helyen 2,5 másodpercnyi a különbség, Orosz pedig a harmadik helyen 5 másodperccel van lemaradva tőlük. Illetve 5... Hopp, és ott többen is jönnek a boxból. Egyébként volt több büntetés is érvényben a futamon. Box áthajtásos büntetést kapott Parti István, amit az első körben kellett letölteni, szintén ilyen box áthajtásos büntetés Lipták Lajosé, Ábrahám Lászlóé és Hetesi Endréjé is, amit le kellett tehát már tölteniük, és amit az előző futamon okozott. És ott pedig Illés Roland forgott meg. Illés. Itt láthatjuk, ezt most ismétlésben, már csak a legvégét, ahogy keresztbe csúszott a pályán, és aztán indul is azonnal tovább. Ezt a legvégét sikerült csak elcsípni az ismétléssel, itt pedig már ismét az élő képpel. Folytatjuk a közvetítést, Illésnek nem nagyon megy tehát most itt ezen a futamon. Egészen a 8. helyig esett ennek köszönhetően vissza. És eléggé csúszkál alatt az autó, kicsit falnak is csapta, de szerencsére szárny nem szakadt le az autóról, azonban lehet, hogy a futómű beállítást ez már kicsit odébb nyomta. Vörösen izzanak a féktárcsák az autóján. Az élen pedig csapattársa Horváth, akit most már az élőkép mutat, aki 2,5 másodperccel 2,647-tel, de hát ez csak hozzávetőleges érték, van Farkas előtt az élen. Itt pedig már Farkas Laci. A második helyen, harmadik helyen pedig Orosz Sándor, aki
farkas mögött körülbelül 3-3 és fél másodperccel van. Negyedik helyen pedig a Ferrarival Búrján Tamás hatalmasat fékez. Nézzük kicsit hátrébb, mi történik. Ötödik Viski Gábor. Hatodik pedig Borbé Attila. És Borbénak nagyon ott van a nyakán Horváth György. Van kevesebb, mint fél másodperc csak az előnye. Lássuk, lesz-e ebből valami. Horváth most egy kicsit ott lecsúszott az ívről. És Farkas pedig tovább javítja a verseny leggyorsabb körét. 1.24.307. Már csak egy másodpercre van az időmérő pole pozíciós idejétől. Előjünk most kicsit Borbéhoz, Viski autózik előtte. A 5.-6. helyen állnak a futamon, amiből még 36 perc van hát, 36 kör van hátra, bocsánat. És eléggé beállt kettőjük között a különbség. Kincses Tibort nézzük meg egy pillanatra itt a 9. helyen. Elment kicsit a gyepre, mögötte pedig Kis Bertó jön. Menet közben pedig Búrján Tamás az, aki most a futam leggyorsabb köréjét futott versenyben átvette a vezetést. Horváth Attilát ez azonban nem nagyon zavarja, aki a 2 másodperces előnyét azért még mindig tartja, bár most egy picit jön fel rá Farkas, úgy tűnik, hogy Farkas csúszkál is egy kicsit Horváth alatt az autó, illetve azt is láthatjuk, hogy hamarosan lekörözéshez érkezik majd. Király András az, aki előtte hamarosan körhátrányba kényszerül, viszont itt a lekörözésnél majd érdemes lesz odafigyelni, hogy valami probléma vagy feltartás történjen esetleg. Farkas pedig már 2 másodpercen belül Horváth Attilához képest, ki a Super Agurival remekül kezdte ezt a futamot. Az előző verseny győztese, csapattársa Illés Roland azonban nem annyira jól szerepel most. Csak a 15. helyen van Illés. Ó, és ott el is csúszott a kavicságyba Szabados, hogyha jól láttam. Úgyhogy így most azzal a lekörözéssel nem lesz semmiféle probléma, mert még a körözés előtt kavicságyba csúszott a
Itt pedig farkas szemszögéből nézhetjük. Hogy vajon farkas vérszemete kap a látvány alapján, hogy itt a célegyenesben tulajdonképpen már csak olyan 300 méterre van Horváth mögött, és bizony ismét faragott egy közel 5 másodpercet a lemaradásából, tehát folyamatosan jön fel Horváthra. Nagyon szépen használja ki a pálya lehetőségeit, adottságait. Most azonban egy kicsit ismét leszakadt, azonban Horváth hibázott előtte. Na nézzük, mi lesz ebből itt a padlógázos részen. Horváth egy picit hibázott, ott lement egy pillanatra a fűre. Nem lett belőle megpördülés, nem úgy, mint Raikkonen esetében. Hajnalban. De azért már is megérkezett a nyakára ennek köszönhetően farkas. És most már bizony a célegyenes vége után lehet, hogy előzési pozícióba is kerülhet. Itt érkeznek ez a gyors sikához. Farkas pedig fél másodpercen belül most már, tényleg előzési lehetőség. Szinte, de még nincs előzési lehetőség azért kialakulóban. Horváthot se abból az ideges fajtából faragták, aki ebben a pillanatban most így látván a tükörben, hogy Farkas megérkezett mögé, elkezdene hibázgatni. Hiszen mind a ketten nagyon tapasztalt versenyzők. És ismét egy lekörözendő versenyző van előttük. Na nézzük, hogy ebből mi lesz. Komár Gábor Tamás azonban visz félrehúzott teljesen itt a célegyenesben, úgyhogy ebből nem lett semmi. Nagyon szépen engedte az élen egymással harcoló két versenyzőt. Farkas pedig hatalmas elfékezéssel is teljesen erőlteti a ennek a fél másodpercnek az eltüntetését. Most már nagyon látszik, hogy nagyon szeretne előzési pozícióba kerülni, ami bizony nem egyszerű dolog ezen a pályán előzni. Nem lesz könnyű, és Horváthot megelőzni sem lesz könnyű. Mindkettőjüknek nagyon alacsonyra van állítva a hasmagasság, folyamatosan verik fel a szikrákat. Erre a szikrázásra azért érdemes odafigyelni majd, mert az előző futamon láthattuk, hogy Opocki autója, amint ezek a sárga szikrák pirosba mentek át, az már nem az autó aljának leírését jelentette, hanem ott valami nagyobb probléma volt, és pillanatokon belül meg is állt a motorja. Itt pedig Horváth viszont kijött az első kerékcseréjére. Nem akart tehát megküzdeni Farkassal, illetve a taktika is úgy jött ki, hogy itt 13 körrel a futam kezdete előtt az első kiállását meg tudja tenni Horváth. Hét és fél másodperc alatt cserélték le a kerekeit, és nézzük meg, hova tud visszajönni.
se előtte, se utána senki. Viski Gábor mögé jött vissza, ami azt jelenti, hogy a hatodik helyre érkezett meg. Így van, nem, ötödik helyre. Ötödik helyre tudott tehát visszajönni. Hiszen menet közben őt kerestem, elnézést, hogy itt össze-vissza kapcsolgattam. Horváth György is kint volt a boxban. Ezt nem értettem teljesen, de akkor most már megvan, minden rendeződött a fejemben. Tehát Horváth György volt az, aki Viski Gábor mögött volt, de ő is egyszerre jött ki Horváth Attilával, és így ő most a 11. helyig esett vissza. A futamot pedig ennek köszönhetően Farkas László vezeti. 4 másodperces előnnyel Orosz előtt. Búrján is kijött a boxba. Búrján is, tehát mindenki ide a 30. körre tervezte az első kerékcseréjét. Azonban Farkas még tud menni egy vagy két kört, és a könnyű autóval majd meglátjuk, hogy mire lesz ez elég, hogy vissza tud-e vajon Horváth elé jönni a kerékcseréje után. Most megpróbál egy kis előnyt összeszedni. Könnyű autóval futni nagyon-nagyon jó köröket. Bár a legutóbbi köre az csak 1.25-ös, 1.25 4.78 volt, ugye futott ő már 1.24-es időt is. És még egy körre kint maradt Farkas. Nézzük, ez a köre hogy sikerült. És meg is futotta a leggyorsabb kör, tehát Farkas most nagyon belekeményített, érzi azt a lehetőséget, ami most itt benne van ebben a pár körben. Megpróbál annyi előnyt felhalmozni, hogy a kerék... Ó, most itt azért ez elég keményen fékezte el. De nézzük Farkast, hogy hogyan sikerül ez neki ott előtte. Aztán van egy másik versenyző is, aki valószínűleg majd... ebben a körben talán még nem fogja őt akadályozni. Nagyon keményen nyomja most Farkas. Horváth kiállása óta ez a második köre, Horváth menet közben visszajött a második helyre, mivel a többiek is kint voltak mind, Burján Tamás és Parti is kint volt, Parti most van kint éppen a boxban. Nézzétek egyébként, még egyszer szólok mindenkinek, a live timingot, amit itt egy kicsit lejjebb találtok, VSR live timing piros betűkkel, mert sok-sok információt megtudhattok, és most már kijön Farkas. Nézzük, hogy sikerül a kerékcseréje, és nézzük, hova tud ennek köszönhetően majd visszajönni. Itt egy hatalmas fékezéssel a Bux utcánál a pit limitert benyomta, és már is cserélik a kerekeit. És nézzük, hova, és bejött Horváth elé. Illetve dehogy Horváth elé. Na, hova jött be? Horváth elé. Csak jól láttam, hogy ott a fehér autóval Horváth jön, és így a boxban megelőzte tulajdonképpen a taktikának köszönhetően Farkas Horváthot. Ez gyönyörű volt. Így az élre tudott Farkas visszajönni. Horváth Attila azonban meleg gumikkal jön most mögötte. Lehet, hogy itt az első körében Farkas meg tudja majd egy picit szorongatni. Hiszen Farkasnak azért jóval jobban csúsznak még itt a
lágy keverékű gumik majd az első pár kanyarban. Nem tud azonban nagyon közelebb kerülni Horváth, nincs még támadási helyzetben. Ott aztán elő a két junior VSR junior autót láthatjuk, hogyha jól látom. Igen. És Horváth most nagyon keményen azért próbálja, mert egy kicsit túl is sodródott az íven. A Super Aguri-val, ugye nem, a valóságban legalábbis nem ahhoz vagyunk szokva, hogy a Super Aguri-val ilyen jó teljesítményt lehet nyújtani. Láthatjuk egy picit szemből. Keresem a tetőkamerát. Na végre megvan. Nézzük gyorsan akkor innen, hogy mit is tud csinálni Horváth. Komár Gábor Tamás nagyon szépen elengedi mindkét versenyzőt. Behúzódott teljesen a belső ívre, lement teljesen a srácok elől, így ők zavartalanul zavarhatják egymást. Azonban Horváthnak nem jött ez össze. Abszolút nem sikerült neki közelebb kerülni, sőt még talán egy kicsit távolabb is került a nagy erőlködésnek köszönhetően. Farkas pedig igen magabiztosnak látszik ott a Mercedesben, McLarenben. Itt kicsit hátrébb pedig Horváth György és Viski, akik szintén nagyon közel autóznak egymáshoz. 25 kör van még hátra a futamból. És ők a 4.-5. helyen autóznak. 1,5 másodpercen belül vannak egymáshoz. És akkor nézzük meg, hogy kik voltak már kint. Ugye az első 8-ból már mindenki kint volt kerékcserén, Parti István kétszer is, ugye neki büntetése volt. És a mezőny hátrébbi részéből is mindenki volt már kint kerékcserén. Mindenki le tudta tehát az első etapot, hogy úgy mondjam. Viszont sok kiesőnk is van már. Hetesi, Borbély, Danis, László, Imre és Pákolic, Róbert is kiesett a versenyből, és Molnár Dávid is éppen az előző körben. A futamot vezető Farkas pedig ismét lekörözéshez érkezik.
Lipták az, aki előtte autózik. Reméljük ebben sem lesz hiba. Lipták most még íven autózik a Hondával. Szépen elengedte mindkettőjüket Lipták. Horváth azonban most megint egy kicsit szélesen fordult ott. Azért elég sokszor kikerülnek egészen a rázókőre. És már másfél másodperc a hátránya Lipták Horváthnak. Nézzük, hogy itt Horváth György tud-e valamit faragni, és bizony nagyon is, hogy tud. Viskin, Viskin hatalmasat fékez. Itt pedig oly. Hatalmasat kell most Horváth Györgynek fékeznie, hogy nehogy kilökje Viskit, aki ott egy picit talán rosszul érkezett arra a féktávra a Red Bull-lal. Nagyon jól megy ez a Toyota. Körülbelül olyan beteg hangja van most ennek a modnak, mint amilyen... Oj, és meg tudta még fogni Horváth. Nézzük meg lassításban, hogy mi történt itt. Illetve ismétlésben legalábbis. Majd, hogyha sikerül, akkor talán bele is lassítok. Ez most még ismétlés mind. És itt csúszik meg keresztben, nézzék meg, hogy hogyan fogja meg Horváth az autót, ott aztán picit még riszálja a fenekét az autó. Váltsunk vissza az élőképre. De nagyon szépen fogta meg Horváth ezt a megcsúszást. Azon a gyors részén a pályának. Láttunk már ebből nagy balesetet a mai nap folyamán. Igaz, nem ezen a versenyen. És Horváth ezzel egy picit le is szakadt most Viskiről. Az élen pedig továbbra is Farkas. Második helyen Horváth Attila, harmadikon Búrján Tamás, negyediken Viski Gábor, ötödiken pedig a képen látható Horváth György. 1.23, 8.86 volt eddig a futamunk futott leggyorsabb kör, amit Farkas Laci produkált. És hát az időmérőt nem sokkal, fél másodperccel jobb idővel nyerte Horváth Attila. Iszonyú versenytempót diktálnak az élen autózók. 16-an vannak még versenyben, és sajnos leghátrébb a 16. helyen Illés Roland, aki az előző versenyt megnyerte, tehát most borzasztóan alakul neki ez a versenynap. Az időmérőn sem tudta hozni azt, amit tőle várnánk, bár azért nem is futott olyan nagyon rossz időt, de ennél mindenképpen többre képes Illés. Most láttuk, hogy a futamon volt megpördülése is, tehát elképzelhető, hogy onnantól már olyan gondjai voltak az autóval, hogy egész egyszerűen nem lehet már jó teljesítményt nyújtani vele. Horváth pedig menet közben visszaszárkózott Viskire az iménti megcsúszás óta. Megint
szépen lassan elkoptatta azt a különbséget. 23 kör telt el eddig a futamból, és nagyon jó versenyt láthatunk. Egészen kintről, egészen szélesen jön itt Horváth György erre a kanyarra. Hihetetlen mértékben kihasználják a pályaszélességet a versenyzők. És a 6.-7. helyen is hihetetlen csata folyik. Ebbe is most egy kicsit belelesünk. Parti István és Kincses Tibor között. Legalábbis az imént még sokkal közelebb voltak egymáshoz, amire sikerült ide kapcsolnom a kamerát, addigra már egy picit Parti leszakadt. Úgyhogy nézzük inkább Viski és Horváth csatáját, akik viszont most már Horváth György autójából nézzük, hogy a féktávra hogyan tud megérkezni Viski mögött. Kigyorsításnál sem szakad le, és ez bizony nagyon jó lehet. Itt jön majd a pálya belső részén néhány, és meg is van. Ott meg is pördült. Nézzük Viskit. Kicsit mérges is talán, hogy ilyen buta hibát követett el. Itt van lassításban még egyszer a szituáció. Viski hosszút fékezett, és aztán egy picit lement az autó fara a kavicságyba, és abban a pillanatban megpördült, most már ismét az élő képet láthatjátok. Horváth Gyurinak nem volt olyan nagyon nehéz dolga, ezt Viski elrontotta alaposan. Talán egy picit tovább nézte a tükröt, mint azt kellett volna, ugye érezte, hogy már ott van nagyon Horváth a nyakán, és lehet, hogy hopp-hopp-hopp-hopp, most viszont ja nem, megértem, hogy Horváth Gyuri is hibázott, de ő Amerikó volt, aki ott egy kicsit keresztbe volt a pályán. Aztán Amerikó inkább le is ment a pályáról, én úgy látom. Most jön ott valahol, hát fű alatt. Itt jön Amerikó, aki aztán a következő kanyarban is elment. Inkább le a pályáról, mint sem, hogy akadályozza az itt még pozíciókért küzdő versenyzőket. Amerika egyébként a 13. helyen áll a futamban, de nagy-nagy lemaradásban és két kör hátrányban is van a többiekhez képest. Az első 9 versenyző van egy körön belül, Orosz Sanyi a 9. helyen még egy körön belül van a futamot vezető Farkas Lacihoz képest, a többiek már körhátrányban vannak. Menet közben Horváth Attila továbbra is tartja ezt a másfél másodperc körüli különbséget, de nem tud közelebb jönni Farkashoz. Horváth a második helyen, tehát nézzük, hogy picit, hogy hogyan is autózik ő. Most itt az időmérő pontnál 1,7 másodperc kettejük között a mért különbség, de hát ez kanyarról kanyarra változik egy picit, nagyjából ez a másfél másodperc körüli az, ami fixen beállt kettejük között. Látótávolságban van Farkas, tehát ez azért mindig is motiváló lehet a hátulautózó versenyző számára. Búrján pedig itt a Ferrarival, mögötte pedig Horváth György a 4. helyen, aki szépen lassan felzárkózik Búrjánra. Ugye Horváth annak köszönhetően, hogy Viski kicsúszott előle, kipördült előre, így most szabad utat kapott, és már zárkózik fel a 3. helyen autózó Búrjánra.
kettejük között. Hát most nekünk kiírták, hogy Búrján és Horvát között 12 másodperc a különbség, de mi nem arra vagyunk kíváncsiak, mi sokkal szép inkább látnánk, hogy Horvát György mennyivel van Búrján mögött. Horváth azonban, mármint Horváth György valami hibát elkövethetett. Mert az imént még ott volt szorosan Búrján mögött, most pedig már ismét... Hát... fél perc körüli hátránnyal, sőt 40 másodperces hátránnyal van már ismét Búrján mögött. Remélem, hogy nem néztem félre semmit, és az előbb valóban ott volt szorosan mögötte. Már nem hiszek a saját szememnek néha. Farkas pedig már a 28. körét is megtette a futamból, amiből már csak 15 kör van így hátra, és lassan itt a második kerékcseréket is figyelhetjük, hogy mikor kezdik meg a versenyzők. És Horváth Attila... Horváth Attila pedig eldobta az autót, én úgy látom. Igen, ezt nem tudjuk sajnos visszanézni. Viszont Horváth Attila befejezte ebbe a pillanatba a futamot. Hát ez egy váratlan esemény volt. Horváth Attila autója a boxban. A harmadik helyről esett ki. Illetve a második helyről, bocsánat, hát hiszen ő autózott szorosan ott Farkas mögött, akit most a képen látunk. És egyik pillanatról a másikra kikerült a boxba az autója. Elképzelhető az is, hogy net szakadása volt. Nem tartom valószínűnek, hogy ennyire oda csapta volna az autóját. Volt már egyébként Horváth Attilának többször is ilyen problémája sajnos. Netszakadás miatt többször kellett kiállnia, így viszont Búrján Tamásé már a második hely. A Ferrarival őt láthatjuk most, a harmadik helyen pedig így a Toyotával Horváth György. Negyedik, ötödik helyen pedig Viski Gábor és Parti István csatározik egymással. Most azonban... Ujj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 
magára rántotta. Kincses Tibort, az imént még Viski volt támadási pozícióban, és épp ezt akartam mondani, hogy most viszont Viski támadhat, nem úgy, mint előtte. És... Kincses bejött kerékcserére, tehát Kincses kezdi meg a második körös kerékcseréket. És ez a kiállással egy helyet bukott csak, kis Berdó Ádám az, aki elé tudott jönni. Opp, ott viszont az új gumikkal, friss gumikkal. Na, mi történt most? Vajon Kincsessel? Valami problémája volt, és emiatt feladni kényszerült sajnos a futamot itt a... Húha! Mi lehetett Kincsessel? Sajnos, ahogy kijött a boxból, azonnal el is ment egyenes teljesen. Itt is valami technikai probléma volt. Először arra gondoltam, hogy az új gumikon nem tudott fékezni, de hát nem füstölt ott semmi, nem is próbált fékezni. Egyszerűen nem fordult az autója, szerintem a kontroll.
eszközök teljesen elszálltak itt a box kiállás során, az is lehet, hogy a kezébe maradtak idegességében a kormány szervek. Rengeteg kieső van most itt a futam közepén túl. A futam közepéig úgy tűnt, hogy azért nagyon sokan be fogják ezt a futamot fejezni, most viszont már rengeteg kieső van. Kincses Tibor, Szűcs Máté is kiesett, ő is az előző körben, illetve hát láthattuk Horváth Attila, Ferhat is egész egyszerűen egyik pillanatról a másikra eltűnt, és a boxban láthattuk már csak viszont az autóját. Horváth György a Toyotával szerencsére még a pályán van továbbra is, sőt a harmadik helyen így. Hatalmasat fékez előtte Lipták, aki már a sokadik körét kapja a Hondával. Most el is engedte Horváth Györgyöt, aki azonban közvetlenül ezután be is jön a második box kiállására. Megtalálta a szerelőit, szerencsére ilyen probléma is volt régebben, hogy egy-két csapatnak nem volt esetleg kint a szerelőgárdája, és Parti István is bejött a boxba, őt láthattuk most itt elhúzni. Hú, nagyon-nagyon sokat volt kint, 16 másodpercet volt kint Horváth Gyuri. Ez rengeteg volt. Így a negyedik helyre tud csak visszajönni Kisberdó Ádám mögé. Menet közben Farkas Laci is letudta ugye a box kiállását, és az élre tudott visszajönni, köszönhetően annak is, hogy Horváth Attila már nincs versenyben, aki a második helyen még azért nagyon közel autózott hozzá. És akitől Farkas az első box kiállással vette el tulajdonképpen az első helyet, és azóta nagyon szépen autózott előtte. Most már magabiztosan és nyugodtan jöhetett ki a második cserére, és mivel már csak 11 kör van hátra a futamból, 8,5 másodperces előnyével viszonylag jól tud majd gazdálkodni. És hogyha a technika is bírja alatta, a McLaren Mercedes-el nem lesz semmi probléma, akkor megnyerheti ezt a futamot, de ettől még azért messze vagyunk, úgyhogy nézzük csak, hogy mi zajlik itt. Búrján Tamás az, aki közel van hozzá, aztán nagyon nagy lemaradással Kisberdó következik csak. Kisberdó, aki ráadásul még csak egy kerékcserén volt kint. Őneki az első helyezett Farkashoz képest 1 perces lemaradása van. Horváth György 1 perc 10-re van már tőle, tehát ott is 10 másodperc differencia van a két versenyző között a harmadik, negyedik helyen. Parti István és Piski Gábor azonban viszonylag együtt, legalábbis itt a lifetiming szerint, és a valóságban is. Parti körülbelül 1 másodperces előnnyel van Viski előtt, Viski a Red Bull-lal pedig folyamatosan viszonylag egyenletes tempót tud autózni, láttuk ott azért volt egy megpördülése, amikor körülbelül 10 perccel ezelőtt Horváth György elől pördült meg, volt az már negyed órája is. Hihetetlen gyorsan elrepül az idő, és hihetetlen gyorsan zajlik ez a futam.
hetedik helyen Orosz Sándor a másik Red Bull autóval. Előtte és mögötte is hatalmas az űr, sehol senki, most egy kicsit le is sodródik itt a box utca bejáratánál. Nagyon széthúzódott most a mezőny. Király András itt a Whisky Racing versenyzője. VSR F1 Racing Team, egész pontosan az ő nevük. Ezzel a nagyon szép sárga egyedi festéssel, ami Americo keze munkája. Americo egyébként számos módban nagyon gyönyörű festéseket kivitelezett, amit ezúton is szeretnék neki megköszönni mindenki nevében. Gyönyörű festéseket láthatunk tőle, viszont az élen változatlanul Farkas Laci. Most egy kicsit unalmasnak tűnik ez a verseny. Taktikában sem történhet már túl sok változás. Parti István is ugye menet közben, aki a negyedik helyen autózik, illetve Búrján Tamás az, aki nem volt még az előbb kint, de most már ő is letudta a második kerékcseréjét. Búrján, aki a második helyen 8 másodperces lemaradásra van az élen autózó Farkas Lacihoz képest. Most éppen Szabadost körözi le. Szabados elengedte, de azért ott óvatosan kellett mennie. És Viski Gábor, aki az ötödik helyen autózik, ő van már lekörözés veszélyének kitéve, pillanatokon belül meg lekörözi őt. Képen látható Farkas. Ebből is látszik, hogy mekkora hatalmas tempót diktál Farkas. Az ötödik helyezett is kört kap pillanatokon belül. Itt most el is engedte Viski. Így már csak négyen vannak egy körön belül. Farkas, Búrján, Horvát és Parti az első négy sorrendje. Úgy tűnik a gumikkal sincs senkinek sem gondja. Hét kör van mindössze már csak hátra. Ezt már fél lábon is ki lehet bírni, úgymond. Teljesen szétszakadozott a mezőny. A harmadik helyezett Horváth György több mint 1 perc 9 másodperce van Farkas mögött lemaradva. Egyedül Búrján Tamás az, aki nagyjából tudja tartani a tempót, ő 7 másodpercen belül van Farkashoz képest. Sőt, 6 másodpercen belül 5 és fél másodperce most itt a legutóbbi mérés szerint. Ezek pedig a leggyorsabb futott körök. Farkas Laci 1.23.886-tal, Búrján Tamás pedig 1.23.968-al,
és Horváth Attila, aki már menet közben kiesett a futamból 1.24-es idővel, az első három legjobb kör ezen a futamon. Azonban mindez olyan nagyon sokat nem jelent, hiszen Horváth Attila is a 27. körében kiesett sajnos a futamról, és 13-an vannak már csak versenyben. Kincses Tibor is kiállni kényszerült, ugye ő volt még a 14. Itt a második helyen Búrjánt láthatjuk, aki most fogja nem sokára Viskit körözni, hogyha jól látom, így van. Ott még talán egy környi ideje van arra Viskinek, hogy kicsit még autózzon, aztán Búrjántól is megkapja a körét. És a futam végéig még talán az a szörnyűség is megtörténhet, hogy csak a dobogós helyezettek maradnak egy körön belül, hiszen a negyedik helyezett Parti Istvánhoz képest, hát nem is tudom megmondani mennyire, körülbelül egy 6-700 méterre, 800 méterre már ott következik Farkas. A pálya hossza egyébként 5261 méter, ezt még nem mondtam el, a Melbourne-i pályán zajlik ugye a futam, és most egy kicsit ott úgy tűnt, mintha Búrján elgondolkodott volna, hogy kijön a boxba, de ez valószínűleg csak annak köszönhető volt ez a kis riszálás, hogy az autója megcsúszott ott kigyorsításnál. Orosz Sándort nézzük a 6. helyen egy pillanatra a Red Bull-dal, ahogy Szabados Tamást körözi mindjárt. El is engedte őt Szabados, mehet mindenki a dolgára. Itt pedig 8. helyen Lipták. Mögött Emerikót láttuk, tehát ő már körhátrányban van Liptákhoz képest is. Lipták a Hondával, 8. tehát. Farkasnak pedig már csak 3 köre van hátra a futamból. Ezt most már tényleg fél lábon is kibírja. Az a fél lába pedig valószínűleg a gázon fog állni. Komár Gábor Tamás az, aki most itt megcsúszott, megnézzük ezt ismétlésben. VSRF egy Racing Team versenyzője. Itt fog majd megcsúszni, hogyha jól gondolom. Hopp, 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 hát itt kemény lagokkal küzdött. Itt a net kapcsolatával volt probléma, amiatt csapódott a falba. Folyamatosan látszik egyébként, hogy egy picit lagol a versenyző. Szerencsére nem zavar ezzel senkit, most úgy néz ki. Itt pedig Szabados Tamás az, aki megcsúszott. Hát szenvednek a versenyzők azért rendesen. Hiányzik most már az autójáról Szabadosnak a
az első szárny is, úgyhogy itt még szerintem most be kell jönnie majd a boxba, 11. helyen, sok mindent nem fog bukni, Americo van még mögötte, de Americo egy perce van mögötte, tehát itt még vissza is tud jönni a 11. helyre majd. Úgyhogy nézzük inkább azt, ami igazán érdekes lehet ezen a futamon, mégpedig Farkas szereplése, aki 8,5 másodperces előnnyel Búrján előtt vezeti a futamot, amiből már csak 2 kör van hátra. Itt pedig a második helyen a Ferrarival Búrján Tamás. Ők ketten azok, akik tudták tartani a lépést egymással, és az egész mezőny gyakorlatilag messze maguk mögött hagyva folyamatosan tartották ezt a nagyon szép tempót, és kiegyensúlyozott versenyzéssel hamarosan befejezhetik majd a futamot. Itt azért még hatalmasakat fékez Búrján még mindig. Nagyon kemény tempóban nyomja. Benne van még ebben az utolsó két körben is esetleg Farkas részéről egy kisebb hiba, ami ezt a 7 másodpercet, ami most már csak közöttük van, ez bizony egy pillanat alatt semmivé foszlathatja. 7 másodpercet mondtam, de itt már megint 9 másodperc, tehát ott a pálya közepén azért ugye lassabb a tempót, kisebbek a különbségek, itt a célegyenes az, ami mérvadó, a célegyenesben mért különbség, ez pedig 9 másodperces, úgyhogy Búrjánnak itt az utolsó körben most már nincsen sok esélye, és nézzük is talán utolsó körében Farkas Lászlót, aki fantasztikus versenyzéssel halad az idei bajnokságban első győzelme felé. Farkas László az előző futamon 2 pontot szerzett, 7. helyen futott ugye be, itt pedig most 10 pontot kap, 12 ponttal pedig átveheti majd a vezetést, hiszen Illés Roland az, aki eddig az élen állt. Illésnek 10 pontja van, Orosz Sándornak 8 pontja, Szűcs Máténak 6 pontja, Király Andrásnak 5 pontja, Kis Berdó Ákosnak 4, László Imrének 3 és Farkas Lacinak 2 pontja van. És most ehhez ebben a pillanatban még kap 10-et a futam győzelmével Farkas. Nagyon szép befutó volt és nagyon szép verseny volt, ebben a pillanatban pedig megérkezik nem olyan szépen autógyilkos technológiával Búrján Tomi. Aztán megúszta, hogy beleszálljanak, de ezt a következő beleszállás már nem úszta meg. A sorrend tehát. Farkas Laci megnyerte a futamot gyönyörű versenyzéssel. A második helyen a képen látható Búrján Tamás futott be. Harmadik Horváth György lett. Negyedik Parti Imre. Ötödik Viski Gábor. Hatodik Orosz Sándor. Hetedik Lipták Lajos. Nyolcadik Király András. 9. Kisberdó Ádám, 10. Tamás, Komár Gábor Tamás, 11. Bende Imre, és 12. lett csak Illés Roland. Így Farkas Laci átveszi az összetettben a vezetést, természetesen, hogyha nem lesznek még itt a esetleges büntetések, bár én úgy gondolom, hogy Farkas semmi hibát és semmi problémát nem okozott a futamon, így biztos, hogy ő vezeti jelenleg a VSR bajnokságát. Na azért nézzük meg, hogy Búrján Tominak milyen eredményei voltak az előző futamon. Búrjánnak semmilyen eredménye nem volt. Orosz Sanyi esetleg még, aki ott orosz. Ő most ugye 6. futott be, Orosz Sanyi. Az előző futamon pedig
volt neki. Nyolc pontja. És a nyolc pontjához most még kap. Hatodik helyével hármat, tehát tulajdonképpen ők ketten vezetik a bajnokságot, döntetlen van, 12-12 pontjuk van, ezt egy picit hosszú ideig tartott nekem kiszámolni, de most már sikerült összeraknom, tehát Orosz Sanyi és Farkas Laci, akik 12-12 ponttal állnak egyaránt a bajnokság élén, de hát még rengeteg futam hátra van, úgyhogy semmi nem dőlt még el, ez még csak a második fordulója volt a bajnokságnak, ami összesen 23 fordulóból fog majd állni. És a következő futam pedig, mikor is lesz, 30-án kerül megrendezésre a szepángi futam. Remélhetőleg arról is élőben tudunk majd beszámolni, úgyhogy nagyon izgalmas dolgoknak nézünk még itt előbe a VSR Forma 1 bajnokságában. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és az eredményeket természetesen a VSR honlapján is, a www.vsr.hu-n, ott pedig a Forma 1 menüpont alatt találjátok meg, és hát nagyon sok érdekes bajnokság van még itt, illetve majd a Simsport TV műsorán is sok-sok jó bajnoksággal találkozhattuk, majd remélem, hogy egyre többen, most úgy néz ki, hogy kezd összeállni egy olyan stáb, akik folyamatosan tudják majd a különböző bajnokságok versenyeit közvetíteni, illetve a jövő héten üzembe tud állni majd az új szerverünk is, amire rengeteg futam videóját tudjuk majd feltenni, és onnan felvételről is majd jóval több futambeszámolót láthattok majd, ami még sok-sok izgalmas percet tud majd remélhetőleg nektek nyújtani. Úgyhogy ennek tudatában köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és további jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nincsen riposztoba.